A lineár layout után most megismerkedünk a relatív layouttal, amelyben megadhatjuk az elemek egymáshoz képesti pozíció viszonyát. A relatív layout segítségével tehát úgy állíthatunk össze egy felhasználói felületet, hogy az egyes view-k egymáshoz vagy a layouthoz viszonyított relatív helyzetét adhatjuk meg. Beállíthatjuk például, hogy egy view egy megadott elem alá, mellé, vagy a képernyő közepére, tetejére, aljára igazodjon. Rendeleléskor a UI összeállítása a megadás sorrendjében történik, a beállított kényszerek sorról sorra teljesülnek, és ez végül meghatározza a teljes felület kinézetét. A relatív layout készítése esetén nagyon fontos, hogy azonosítót kell adnunk azoknak a komponenseknek, widgeteknek, amelyekhez a többi komponest igazítani szeretnénk. Nézzük meg most a relatív layout működését egy egyszerű példán keresztül a Visual Studio-ban. A Visual Studio-ba betöltöttem egy sima, üres, androidos templétet, és itt vagyunk most a design nézetbe. Helyezzünk el most a felületen egy relatív layoutot, a toolboxon a kereső sáv segítségével keressünk rá a relatív layoutra. Drag and drop technikával húzzuk a felületre. Nézzük meg a forrást. Látható, hogy a lineár layouton belül elhelyeztünk egy relatív layoutot, amelynek van egy ID-ja, relatív layout 1, ezt most innen ki is töröm, vagyis az 1-est a végéről, hiszen ezzel az 1-jel fogunk dolgozni a videó alatt. Menjünk vissza a design nézetbe. Először csinálunk egy egyszerű példát, egy szövegelemet és egy szövegdobot szeretnénk egymás mellé elhelyezni. Először is tehát keresünk egy text view-t, drag and drop technikával húzzuk a relatív layout-ba. Oké? Majd jöhet a szövegdoboz, plain text, és megint csak drag and drop technikával húzzuk a felületre. Sajnos nem tudjuk már beledobni a relatív layout-ba, de se baj, itt van nekünk a forrásnézet, menjünk bele, és az edit textet, amely jelenleg a lineár layouton belül helyezkedik el, vágjuk ki, és másoljuk bele a relatív layoutba. Oké. Először is itt adjunk ID-kat, a rendszer a textview-nak azt adta, hogy textview 1, ez legyen label, a szöveg értéke pedig az, hogy type here. Nagyon jó. Az edit textet pedig entry-nek fogjuk nevezni. A kód formázásával nem kell törődnünk, mert ha most átmegyünk a design nézetbe, akkor egyrészt megkapjuk, hogy most hogy néz ki a felületünk, valamint ha visszanézünk a forrásba, látható, hogy a rendszer helyettünk az XML állományt újra tördelte. Vissza a design nézetbe, azt vesszük észre, hogy csak a entry elemet tudjuk kijelölni, hiszen ez elfedi, vagyis hát takarja az alatta elhelyezkedő címkénket. Na most, ezen úgy tudunk segíteni, hiszen a célunk az, hogy a szövegdobozunkat a szövegelemhez képest jobbra fogjuk pozícionálni, tehát akkor a takarást ezzel meg is tudjuk oldani. Ki kell keresnünk a Property Window-n belül a Layout, relatív layout csoporton belül a layout to write off property-t, és itt meg kell adnunk a címkénknek az ID-ját, tehát kukac ID per label. Ütünk egy entert, és már is a szövegdobozunk a szövegelemhez képest jobbra lett igazítva, és a rendszer azért tudja, hogy a szövegelemhez képest, mert itt a layout to write off property-nél a szövegelemnek a címkéjét, az ID-ját adtuk meg. Nagyszerű. Most legyen az a feladatunk, hogy a type here-t vertikálisan középre szeretnénk rendezni. Ugyanitt a layout, relatív layout csoporton belül válasszuk ki a layout center vertikált, és ezt állítsuk true-ra. Ebben a pillanatban középre lett
rendezve a szöveg. Egészen pofás már, amit csináltunk, még egy kis paddingot kéne hozzáadni, ki tudjuk már jelölni az egérre magát a relatív layoutot, itt lehet látni a property window-ba, és neki a paddingot írjuk át. Layout padding 5dp. Enter. Már is elkészültünk az első példánkkal, meg lehet nézni a forrást az XML-be. Ami fontos, és új anyag, hogy az Edit Textnek az Android 2-ös pont Layout alulvonás to Write Off property-ét ugye ráállítottuk a Label ID-ra, a Label ID pedig a Text View-t azonosítja, és ehhez képest jobbra van az Edit Text elhelyezve. Ez egy egyszerű példa, de a relatív layout koncepcióját nagyon szépen bemutatja. Most menjünk egy picikét tovább, hogy később egy összetett példát tudjunk áttekinteni közösen. Töröljük ki a widgeteket, egyedül a relatív layoutot hagyjuk meg. Ebben most dobjunk két buttont. Button 1, át is írom a szövegét, hogy button 1, és jön a button 2, amit csak alá tudunk elhelyezni, ő a button 2. A célunk az, hogy a relatív layouton belül a button 1 balra, a button 2 pedig jobbra legyen elrendezve. Hát a button 1 az már jól is áll, tehát a kettessel kell foglalkozni, megyünk a forrásnézetbe. Button 2-t kivágunk a lineál layoutból, és bemásoljuk a relatív layoutba. Jó. Nézzük meg, mi történik. A button 2 elfedi a button 1-et. Ki tudjuk jelölni az egérrel a button 2-t. Megyünk a layout, relatív layout csoportba, és ebből kiválasszuk a layout Align Parent Right opció, tehát a szülőhöz képest jobbra, True. Hát olyan, mintha nem történt volna semmi, de ez azért van, mert a buttonnek jelenleg, tehát a button 2-nek jelenleg a widget, a layout widget Match Parent, ez nem jó, ez legyen most Wrap Content. Írjuk át, jön a design nézet. Tehát ám, elkészültünk, igazítani tudtuk a button 2-t a szülő eleméhez képest. Ebbe a példába tehát megnéztük ezt az esetet. Ki is lehet törölni a két buttont, egyedül a relatív layoutot célszerű meghagyni. Most az utolsó példámban ezt a két előző példát rakjuk össze, lesz egy címkénk, ami megmutatja, hogy ebbe a szövegdobozba kell gépelni, tehát lesz egy szövegdobozunk is, majd a gépelés után a user eldöntheti, hogy leokézza a bevitelt, tehát mehet tovább az alkalmazás, vagy mégsem. Ezt fogjuk elkészíteni. Az első elem tehát egy textview, amit beledobunk a relatív layoutba. Jó? Menjünk a forrásnézetbe, tehát lineál layout, benne egy relatív layout, és azon belül egy text view. A textje az legyen az, hogy type here, gépeire, az ID-ja pedig az, hogy label. Nagyszerű. Megyünk tovább, jön a következő, plain text, ráhúzzuk az egérrel. Ugye nem jó helyen van, át kell tennünk a relatív layoutba, az ID az lesz, hogy entry, ezzel már találkoztunk, nézzük meg most mi a helyzet, hát ugyanúgy, mint előbb, egymást takarják. Jó? Ezt ki tudjuk úgy javítani, hogy ugye megmondjuk az edit textnek, hogy mi alá helyezkedjen el, Android, kettős pont, layout, alulvonás, below, és meg kell adni azt, hogy kukac ID per label. Tehát a textview alatt kell lennie az edit textnek, és tadám, ezt a célunkat el is értük. Visszamegyünk a forrásnézetbe, tehát layout below egyenlő label ID. Jó? Most jön
a két gombunk, button, ráhúzunk egy buttont, ráhúzunk két buttont, button 1 lesz az, hogy oké. Mégsem. Cancel. Nézzük meg, mi a helyzet. Itt vagyunk, kivágjuk, és bemásoljuk az edit text alá. Ilyenkor ugye a gombok takarják az elemeket, tehát javítanunk kell a helyzeten. Először is adunk nekik azonosítót, button OK lesz az OK gomb, és button cancel lesz a mégsem gombnak az azonosítója. Jó? Először is megmondjuk, hogy jobbra szeretnénk igazítani a gombunkat, az OK gombunkat, tehát Android, kettős pont, layout, alulvonás, align, parent, right, egyenlő, true, és itt van egy elgépelésünk, tehát elvileg az OK gomb az jobbra van igazítva, valamint a layout width az nem match parent, hanem wrap content. És ezt már be is állítom a cancel gombnak is. Jó? Nézzük meg a dizájnt. Tehát megvan az OK gomb, a cancel gomb, egyik bal oldalt, másik jobb oldalt, és mindegyik wrap content. Alakul a történet, de még nem értük el a célunkat. Ezután a cancel gombot igazítani fogom az OK gombhoz képest, ugye balra, Android, kettős pont, layout, to, left off, egyenlő, kukac, ID, per, button, OK. Tehát ha nem gépeltem el, akkor most azt mondtam a rendszernek, hogy a button OK-hoz képest legyen a cancel gomb balra. Nézzük meg. És igen, elhelyezte a rendszer. Most már csak az OK gombot kell a szövegdoboz alá igazítanom, vissza a forrásba. Button OK. Jön a következő kódunk, hogy Android, kettős pont layout, alulvonás, below, egyenlő, kukac, ID, per, Entry. Jó? Megnézzük dizájnba. Az OK gomb itt van. Hát igen, ugye a cancel gomb tudja, hogy az OK-hoz képest balra van, de vertikálisan nem nagyon tudja eldönteni, hogy mit kéne csinálnia. Mondjuk meg neki. Cancel gomb, Android, layout, align, top. Egyenlő, kukac, ID per button, OK. Tehát megint a button OK, amit követnie kell. Design nézet, és tadám, elkészültünk a felülettel. Összeraktuk az első, komplex, relatív layoutot alkalmazó felhasználói felület részegységünket, amellyel már nagyon szép alkalmazásokat tudunk készíteni, és föl tudjuk használni valódi alkalmazásokban is. A példa egyszerű volt, de azt gondolom, hogy nagyon szépen bemutatta a relatív layout koncepcióját, nagyon gazdag az Android UI-ja, sokat kell tanulni, és a tudások egymásra épülnek, és csak így tudunk, minél többet tudunk róla, annál szebben és elegánsabban tudjuk majd leprogramozni az alkalmazásaink felületét. Köszönöm, hogy ma is velem voltatok, legközelebb is a felhasználói felülettel fogunk foglalkozni.